Békeidőben a határon túli magyarok és ruszinok közösségi szintereként működik, csak nem két hónapja azonban adományközponttá vált a kisvárdai Kárpátalja ház. Ide gyűjtik össze és itt adminisztrálják a Tisza LTT közreműködésével azokat a felajánlásokat, amelyek a városba érkeznek. A helyiek már a háború kirobbanásának másnapján összefogtak, de a Dunántúlról és külföldről is érkeznek a szervezethez segélyszállítmányok. Az adományokat aztán ebben a raktárban tárolják termékkörök szerint. Innen szállítják tovább a harcok elől menekülők számára Kárpátaljára. Az első napokban látványos volt, hogy minden helyi vállalkozó próbált segíteni, tehát élelmiszerekkel, aki élelmiszerek gyártásával foglalkozik, azok rögtön rendelkezésünkre bocsátottak komolyabb tételeket. Aztán ez a kör szélesedett, az ország minden részéből érkeztek adományok. Nagyon sok érkezett Dunántúlról, jöttek kis teherautókkal, kis buszokkal, Budapestről, az ország különböző pontjairól. Sőt, az első héten már megjelentek Németországból adományozók. Aztán gyakorlatilag stabilizálódott is két ilyen csoport, egyik Baden-Württembergbe, másik Bajorországba, ahonnan rendszeresen érkeznek segélyszállítmányok. Most a héten pénteken várunk például egy kamionnyi élelmiszer és gyógyszer szállítmányt. És akkor a délutáni menetrend mi legyen? Hova induljunk? Tőlem nagyon kértek egy iskolába, Ördarma, az Ungvár mellett egy kis település, és ott el van a szállásolva ismételten a 40-50 fő. Ungvár és Beregszász a kisvárdai Kárpátalja ház két leggyakoribb úti célja, de számos más helyre is juttattak már el szállítmányokat. Mielőtt elindulnak a kis buszokkal, mindig felmérik, hol mire van igazán szükség. Logisztikailag azonban a legjobb megoldás, ha távolabbi helyekről elsősorban pénzadománnyal segítik a szervezet munkáját. Tartós élelmiszereket juttatunk ki határon túlra, de azért, hogy a távolról, hogyha szállítják akár Dunántúlról, vagy akár természetesen más Németországból, és nekik is azt javasoljuk, hogy a legcélszerűbb, hogyha pénzadománnyal támogatják, ez a legköltséghatékonyabb. A szállítás gyakorlatilag majdnem annyiba kerül, mint amennyi adományt el tudnak juttatni hozzánk. Ezért, hogyha megvan a bizalom felénk, és úgy tapasztaljuk, hogy ez már kialakult, mert nem először visszük ki a határon túlra, mindig arra a helyre, ahol a legnagyobb szükség van rá, ahonnan napi szinten érkeznek a segítségkérések, hogy mire van szükség, mit juttassunk ki, és annak megfelelően tudunk bevásárolni, és lehetőség szerint még aznap kijuttatni a szükséges élelmiszereket, gyógyszereket. Gyógyszerekre is nagy szükség van a határon túl. Erdély Tatjana kárpátaljai magyar 22 éve érkezett Kisvárdára, a helyi kórházban dolgozik szülésznőgyógyászként. Ő koordinálja az orvosi eszközök és gyógyszerek szállítását. Első három hétben nagy probléma volt gyerekeknek, felső légúti problémák, lázcsillapítókra, antibiotikumra volt szükség. Hozzátette, mára a szívpanaszok elleni gyógyszerekre és a különböző stresszoldó készítményekre van nagyobb igény, és további adományokra lenne szükség, a készletek ugyanis fogynak. Bajba vagyunk mi is, mert ha első pillanatokban nagyon sok adományt kaptunk, amit tudtunk nap mint nap kivinni, mert napközben kórházba dolgozunk, esténként meg járunk ki Ukrajnába, most meg nekünk is szükség van még több élelmiszerre, még több gyógyszerre, mert ebből kifogytunk mi is. Magyarország a háború kitörése óta már 1300 tonna segélyt juttatott el Ukrajnába, és több mint 620 000 menekültnek nyújtott segítséget a határátlépés után.